Jó napot, magyarok! Üdvözlök szeretettel mindenkit itt a... Most már tényleg és végérvényesen őszbehajló hétvégi pénteken. Azért is jelentkeztem egy kicsit korábban, nagyon kíváncsi vagyok, hogy remélem kapok visszajelzést, hogy működik-e a működ, mert ugye tegnap és tegnap előtt eléggé zavaros dolgok történtek itt a Facebookom környékén. Ma reggel minden rendben volt, remélem, hogy így is marad. És jó napot! És meg tudják hallgatni, vagy részt tudnak venni azokon a beszélgetéseken, amelyeket György Zsomborral fogok folytatni mindjárt 4 órakor, majd Károly Csabával, György Zsombor magyar hang, és Károly Csaba, élet és irodalom. Kérték, írták, meg fel is hívtak a tárgyban jó néhányan, hogy igyekezzek élénkebben, meg direktben reagálni azokra a megjegyzésekre, kérdésekre, mondatokra, amelyeket önök itt szoktak nekem üzenni. Döntően a műsorban, ha úgy tetszik, ugye írásban kommunikálunk egymással. Jó napot! Hát igen, itt volt egy kérdés a riposzt mai számával összefüggésben. Annyira nem szeretnék lemenni kutyába, de most mit lehet mondani erről a nyomtatványról? Aki nem tudja, megtalálja az interneten, azzal a egy olyan címlappal kezdenek, ahol az a fő cím, hogy meddig élnek még vissza türelmünkkel, vagy meddig élhetnek, most ezt nem tudom pontosan, éppen egyébként meg is nézhetem, meddig élhetnek vissza türelmünkkel a hajléktalanok. Megosztottam én ezt különben. Igen, itt van. Borzasztó. És ezt egy olyan felirat alatt, egy olyan cím alatt, hogy ismét kórházba került Törőcsik Mari. Majd alatta öles betűkkel parkokba, kisebb aluljárókba bújtak. Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével? Nekik mindent szabad. Minek nevezzem én ezt a... Üdvözlöm, Melinda. Minek nevezzem én ezt a papírdarabot, amire betűk vannak nyomtatva? Ha ez a kérdés elhangozhat ebben az országban, ebben a tónusban vajon, mi erre a válasz? Milyen választ szándékoznak adni a hatalom berkeiből? Ezzel összefüggésben egyébként egészen különleges élmény volt, mai napon olvastam el, hiszen a Magyar Hangban jelent meg, Kis Rigó László püspök úr nagy-nagy interjúját, akit én nagyon nagyra becsültem. Sok-sok tévedésem van, úgy látszik. Aki azt mondta, ugye, hogy a fő probléma az, hogy nincs józan ész a társadalomban, és majdnem mindennel egyetért, amit Orbán Viktor képvisel. Szóval a püspök úrtól most megkérdezhetném, ha fölvenném a telefon, de nincs hozzá erőm, hogy megkérdezzem, hogy na de, püspök úr, kedves Laci, mit szólsz te ehhez? Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével? Nekik mindent szabad. Tudnék, az történt ugye, hogy kivonultak egyéb helyekbe. Tényleg, na, központi helyekről elmentek, bujkálnak a városban, parkokba, kisebb aluljárokba.
tűntek el. Na, hívom György Zsombort, jó? Ezek szerint működik a működ. Iszonyú rossz érzéseik vannak itt a gyomromban is, meg a szívemben is. Rémes. Rémes. Egyszerűen rémes. Halló, halló. Na, szia, Zsombor. Csintal Sanyi. Szervus. Már ide idéztem a... Szia. Már ide idéztem a napinterjúját. Ugye a Magyar Hangon jelent meg, Isten, hogy mindenféle újságok hevernek az asztalon. Igen. És ugye hát ennek a lapszámnak az attrakciója azért akárhogy is összük. A nagy attrakciója ez a Kisrigó László püspök úr. Igen. Letiltott interjúja. Annak az apropóján idéztem egyébként egyebek mellett ide, ahogy nem tudom, olvastad-e, vagy láttad-e, van egy ilyen nyomtatvány, papír alapú, amin betűk szoktak lenni, amit riposznak hívnak, és ugye azzal a címoldallal jelenik meg, hogy jelent meg, hogy meddig tűrjük még, hogy a mindent megengedhetnek maguknak, meddig tűrjük még, hogy mindent megengednek maguknak a hajléktalanok, mert itt a helyen, és úgy ennek kapcsán, meg annak kapcsán, ugye, hogy ma olvastam ezt a nagy interjút, úgy eszembe jutott, hogy vajon Püspök úr tényleg ezt a problémát például azzal intézi el, hogy hiányzik a józan ész a magyar társadalomból. Hát az eszem megáll. És kire vonatkozik ez most vajon? És ugye hiányzik a józan ész, az arra a kérdésre volt válasz, hogy melyek azok a valódi társadalmi szociális problémák, amelyek mondjuk az egyház számára fontosak, az ő számára fontosak. Mert ugye az újságíró kollégánk volt, az Péter vissza is kérdezett, hogy amikor ugye Kisrigó László püspök Orbán Viktorral találkozik, ami azért rendszeresen megtörténik, akkor megvitatják ezeket a fontos társadalmi kérdéseket, és ő folyamatosan kétszer vagy háromszor is arra tér vissza, hogy a józan ész hiánya a legnagyobb probléma Magyarországon. Amivel egyébként még részben együtt is érthetnénk, csak azt gondolom, hogy ő valami egészen másra érti ezt, mint mi, és utána nem kezdi el felsorolni, hogy amúgy milyen problémák vannak, a lakhatása, a kisnyugdások élethelyzetével, és így tovább, hanem itt megáll. Borzasztó érdekes egyébként, mert így önmagában ez a mondat, és főleg ennek a visszatérő jellege, és több kérdés rá is ezt válaszolja. Egyébként baromi kétélű így önmagában, őszintén szólva. Most azon kívül, hogy megteszi a hűségnyilatkozatot a miniszterelnöknek, vagy miniszterelnökhöz, ezen kívül ez bárkire is vonatkozhatna különben. Hát, akárha rá is. Azok után, amit most a beszélgetésünk elején említettél, a címlapját láttam ennek a nagy alakú újságnak, meg nem vettem, vagy kezemben nem vettem. Én sem vettem meg, nem hát szoktam, igen. De a címlapját láttam, meg a Facebookon is többen megosztották, és itt az ember nem szívesen dobálja a jelzőket, mert mit könnyen le lehet járatni ezeket a kombináció, egyéb mindenféle ilyen szélsőségeket jelző kifejezéseket, de azért, amikor itt egy társadalmi csoport ellen ilyen szinten úszítanak, egy 98%-ban a kormányzat által fenntartott újságban, akkor azért már közel állok én is ahhoz, hogy valamelyik jelzőt ezek közül rájuk süssen, mert ez azért már nagyon durva. Igen, és ez a baj, tudod, hogy és én ettől tényleg rettegek. Na de azért ne reménykedjenek, az én rettegésem, az cselekvő rettegés, hogy ezután még mit lehet majd mondani, illetőleg mit lehet még velük csinálni? Hát igen, de hát ez ugye a hergeléstől szól, és sajnos hát ugye ennek van alapja, tehát mondjuk, hogy ha innen közülítünk, akkor a józanész hiánya valóban megvan, hiszen sajnos tömegeket lehet hergelni mindenhol egyébként, tehát minden történelmi korban és minden országban, tehát ez nem egy magyar jelenlőtösség. Ah, persze, csak hát... A kérdés az, hogy a politika ugye ez hogy áll, milyen felelősséggel, és mondom még egyszer, tehát az IKOSZ-ot 98%-ban a kormányzat,
a kormányzati finanszírozást tartja fenn. Igen, de az a helyzet, hogy az a kérdés is logikus, aztán mindjárt válaszolnod kell egy kérdésre, mert itt többen írják nekem most, hogy hát akkor a cikk megszületésének körülményeiről, illetőleg következményeiről, lehetséges következményeiről, meg hogyan jelenhetett meg, akkor erről mesélje már valamit, hogy tudják már a népek. De egy dolgot, még hogy lezárjuk ezt az előzőt. Az a helyzet, hogy a dolgok itt nem szoktak megállni, Zsombor. A történelemben se álltak meg soha. Hova vezet ez? Hova vezet ez? Hát az. Ezt nem lehet mondani 10 éven keresztül, majd utána nem csinálni semmit. És egy olyan társadalmi csoportról van most szó, akik aztán tényleg védtelenek, tehát akik egyrészt léteznek, másrészt meg közel vannak, mert hogy mindannyian látjuk őket nap, mint nap ott vannak test közelben. Igen. És egyébként nem is jó, ami virtuális ellenségről beszélünk, az sem jó, de mondjuk éppensége nincs. Hajléktalan az van. Igen. Akkor egy megjegyzés még, én hagy ajánljak egy dolgot a kétkedőknek, azt nyírjuk vissza a Kisrigó püspöknek az interjújára. Egyébként itt sokan mondják, itt meg hivatkoznak, hogy tessék, a szakértők ezt mondják, meg azt mondják, milyen baromi jó helyek vannak, és miért nem mennek be, meg hogy akkor menjenek oda szakértők, és nézzük. Én nekem van ennél egy egyszerűbb ajánlatom, hölgyeim és uraim, nem túl bonyolult. Tessék oda elnézni. Egyébként be lehet kopogni, meg lehet nézni. Itt különösképpen a fővárosi lakosok számára ez különösen egyszerűen elérhető. Vannak ezek a helyek, tessék a környékére elmenni, vagy tessék bekopogni, vagy tessék megnézni, benézni, vagy ott állni, miközben ezek az emberek várakoznak, hogy hova jutnak, és hova nem akarnak bemenni. Na ennyit erről. Na szóval, mondja Zsombor, akkor mi is történt, hogy történt ez az egész interjú, meg egyáltalán? Hát föltettem már a kérdést. Ugye a Magyar Hang munkatársai engem is idejátva, rendszeresen küldözgetünk, de tényleg hetente több alkalommal is különböző interjú kérelmeket minisztériumokban ismert kormányközeli személyiségeknek. Próbáljuk akkreditáltatni magunkat különböző kormányzati egyébként sajtónyilvános rendezvényekre. Sikertelenül, tehát ugye soha senki nem ad nekünk interjút, nem engednek be minket ezekre a helyszínekre. És egyszer csak jött egy ilyen meglepő válasz, ilyen Borac Péter kollégám, Kisrigó Lászlóhoz is küldött egy ilyen felkérést, hogy szeretne vele interjút készíteni, és a legnagyobb meglepetésünk, de még mikor mondta, és még ott nevetgéltünk vele, hogy na persze, jó, Jubit. És egyszer csak jött egy válasz, hogy rendben van, akkor a megbeszélt időpontban várja őt. És ugye Péter kollégám is ment szépen hozzá Szegedre, pontosan tudta a püspök, hogy itt egy közéleti interjú készült. Azt gyanítjuk, hogy azt nem tudta, hogy mi a Magyar Hang. Tehát, hogy valószínűleg nem olvasna ilyen újságokat, vagy csak azt, amit elé tesznek. Na de tudjuk, hogy a Magyar Időkre előfizet, de meg a megyei lakta. Igen, igen, az ide van írva. Na mindesetre elkészült az interjú, nem jelezte a beszélgetés közben, hogy akkor itt álljunk meg, vagy neki ez így nem tetszik. Nyilván felnőtt ember, püspök, tudja, hogy mit beszél, gondoljuk mi. És ugye megbeszéltek szerint, akkor ő visszakapta ugye a beszélgetésnek a leiratát, teljesen egy hiteles leirat volt, nem is merült fel egyébként a visszajelzése során, hogy valami esetben nem lenne pontos, vagy javításra szó volna, hanem egyszer jött az a jelzés 2-3 nappal később, hogy a sajtófőnökén keresztül, hogy a püspök úr nem járul hozzá az interjú közléséhez. Most ezt tudni kell, mert nem mindenkinek világos, hogy kapok visszajelzéseket, hogy ha valaki interjút ad, joga van megnézni azt a szövege részt, ami ugye az ő száját hagyta, vagy az ő szájába lett adva. Ezt joga van megnézni. Ha valami pontatlan, tehát még rosszul jött el az újságírót, joga van kijavítani. Ha esetleg egy adatot rosszul mondott, akkor kérheti, hogy pontosítsuk ezeket. Nyilván ilyenkor meg is szoktuk tenni természetesen. Senki sem tökéletes, de ahhoz egy interjút adó közéleti személyiségnek nincsen joga, hogy az interjút letiltsa. Tehát ez nincsen joga, és nagyon fontos, hogy ne is engedjünk ilyen esetekben, mert nagyon-nagyon rossz irány ez. Tehát így is ugye alig tehetünk fel kérdéseket, nem csak mi, hanem általában ugye a kritikus sajtó, alig tehetünk fel kérdéseket, alig készíthetünk valódi interjúkat, döntéshozókkal, kormányközeli emberekkel. Ha néha-néha tényleg nagyon-nagyon ritkán sikerül
és akkor is engedünk annak, hogy ez ne jelenjen meg, az egy borzasztóan rossz irány lenne. Tehát bocsánat, mi nem a püspök urat, meg pláne nem a NER-t szolgáljuk, hanem újságírók vagyunk, és elkészült az interjú, egy jó interjú, akkor azt közölni kell, tehát nincs mese. Így van. Nagyon érdekes különben, annyi kérdés fölvet itt, néhány apróság. Hát egyrészt, ha a püspök úr, hát nem tudom, remélem fogok vele még beszélni az életben, vagy szóba áll velem, de meg fogom tőle kérdezni, hogy mondjuk, ha tényleg csak azokat a lapokat olvassa, amiket itt a nyilatkozatban elmesél, Magyar Idők, Nemzeti Sport, Békés Megyei Hírlap, és ma már olyan dél-magyar, amilyen, de hát a Békés Megyei Hírlap is olyan, amilyen, nem tűnt föl neki, hogy ezeket a kérdéseket, vagy ilyen kérdéseket nem szoktak azokban a lapokban föltenni. Hát ez az egyik. Aztán utána volt egy megdöbbentő dolog, amire én emlékszem, hogy így volt különben, hogy az elsők között mondta le a Magyar Nemzetet. És még most is azt mondja, és ez nagyon durva, amit itt mond, hogy a Magyar Nemzetet előfizetni a G-nap után, a Magyar Nemzetet előfizetni okafogyottá vált, mert a lap elfordult a korábban vallott értékrendjétől. Ezzel a lap önmagát is megszégyenítette. Kellemetlen lehetett az ottaniaknak, persze ez attól függ, hogy a szellemi rabszolgaságot hogyan éli meg az ember. Honnan veszi magának a bátorságot erre egyrészt, másrészt egyébként egy püspök, de hát Kisrigó László, akivel órákat töltöttem el beszélgetve, tényleg nem tudja azt, hogy rabszolga az ember egyébként akkor szokott lenni, amikor a hatalom vagy a tulajdonos rabszolgává teszi. És most azok az emberek most így egy adott esetben utólag végül is egyébként igazolják, hogy sose voltak rabszolgák. Ebben van egy óriási ellenmondás. Arról most nem beszélve, bocsáss meg, hogy a püspök egyébként az atya, az a rabszolgáknak nem atya? Hát, ő ugye feltételezik egy püspök, hogy egy értelmiségi, és az értelmiségi létnek azért a feltétele az is, hogy az ember befogad olyan információkat is, hogy elemez magában olyan információkat is, mert nem feltétlenül ez egyet. Mert hát különben ugye egy buborékba, egy vákumba kerül. Tehát ha tegyük fel, hogy a Magyar Nemzet az úgynevezett G-nap után egy nappal, ami egészen elképesztő liberális, akármilyen fórumá vált volna, igen, akkor is egy hírfogyasztó vezetőbeosztásban lévő embernek még akkor is valószínűleg kötelessége olvasni, vagy figyelmet is jön, hogyha egyébként nem ért fel egyet. De tegyük hozzá azt is, hogy aki ismeri a Magyar Nemzetet, vagy ismerte, olvasta, azért azt is tudhatja, hogy bár ugye repkedtek ezek a mindenféle kifejezések az éterben, azért a Magyar Nemzet, megnézzük a G-nap előtti utolsó számot, meg aztán a G-nap utáni első számot, vagy a következő időszakot, tehát nem igaz, hogy 180 fokos fordulat volt abban a lapban. Tény is való, hogy egy kormány, markánsan kormánykritikus lappá vált, amelyet a kormány különös kat tett, hogy azzá váljon. Hát hogyne. De hát azért nem volt olyan, hogy itt most egyik napra a másikra a Magyar Nemzet kifordult volna önmagából, tehát azért itt oszlassuk el ezeket a félreértéseket. A püspöknek semmifajta olyan tapasztalata nem lehetett 2015. február, nem tudom hányadikán, amikor lemondta a 80 akárhány előfizetést, tehát az összes plémániát, minden intézményt ugye elláttak újságba, és ezt mind lemondta. Semmi olyan tapasztalata nem lehetett, ami alátámasztja azt, amit most mond. Tehát a püspök hazudik. Ez kicsit kínos. Hát azon kívül... Ezen kívül ceterum tendo, fölteszem azt a kérdést, hogy akkor én nem vagyok számára fontos lélek? Vagy te nem vagy már számára a fontos lélek? Vagy azok az olvasók, akik egyébként szerették olvasni a Magyar Nemzetet, azok a lelkek, azok kiknek a lelkei, hanem az övék? Mert hogy ő azért egy püspök, nem akárki. Igen. Vagy ő csak Orbán Viktor püspök. De ez a legkínosabb maga a letiltás. Tehát igen. Gégény Istvántól, a Szemlélek blog főszerkesztőjétől veszem kölcsön ezt a kifejezést, hogy a kapus öngolja. Igen. Tehát, hogy azért mindenképpen kínos, amiket mond, mindenképpen, de az, hogy utána letiltja, tehát ezzel válik aztán igazán rettenetesen kínossá az egész, és innen lesz igazán híresztéke a törzsnek. És ezt nem fogják föl, tehát nem értik meg, hogy tehát olyan szinten eljutottak a párbeszéd elutasításának a tetőpontjai, tehát nem hajlandók valódi kérdésekre valódi választ adni, nem ülnek le, ugye tudjuk, hogy soha nem ülnek le vitatkozni. Igen. Nem fogadják el a kritikát, és az oda jutott, hogy egyszerűen nem is képesek kezelni sem.
Tehát ez most ugye a Kona Info jó példa erre, de most ha beengednek minket oda, és feltennénk minden héten, vagy minden másik héten két kérdést, most őszintén akármilyen jó kérdések, kutya nem emlékezne rá 5 óra múlva, hogy mit kérdeztünk. Így, hogy nem engednek be minket, így mindig hírszületik abból, hogy na, már megint nem engedték be az ország másik lemmi a petlapjának a tudósítóját. Hát az most leszámítva, hogy tudod mi van. Különben meg nem tudnak rendet tartani a szektába. Ennek ez a fő oka. Egyébként azért még egy-két ilyen diszkrét dologra hagyd térjek vissza. Ugye nagy teret kap az interjúban ez az egész ügynök dolog. És milyen érdekes, hogy egyébként lelki atyaként ez a dolog az olyan nagyon nem izgatja. És én most ezt nem abból az összefüggésben akarom, vagy teszem föl magunknak ezt a kérdést, hogy ő ügynök volt-e, vagy nem volt ügynök. Abban az összefüggésben, hogy egyébként ennek a társadalomnak az erkölcsi megtisztulásához ez igencsak komolyan hozzá tudott volna járulni, és az a helyzet, mint ahogy az embernek a saját múltjával való szembenézés is borzasztó fontos, a tanulságok megkerülhetetlenek, hát azért tapasztalom, hát most mit tudom én, itt van ez a szerencsétlen öreg ember, a Boros Péter, aki mint egy elszabadult hajóágyú manapság már olyanokat mond, hogy az embernek az esze megáll. De az ember csak akkor tud ilyenek idáig eljutni, hogyha nem képes önmagával szembenézni. De egy közösség is csak akkor tud odáig eljutni, hogyha nem képes önmagával szembenézni. Ennek fejében mérget szórnak az emberek szívébe. Mi az, hogy nem fontos? Mitől van az, hogy 10 vagy 20 valahányadszor nem hajlandó megszavazni az ügynök törvényt a Fidesz? Mit titkolnak? Szabadságharcosok, hősök, lázadók. Akkor ki itt a szolgalélek? Fiatal demokraták. Igen. Hát így van, meg milyen alapon mondja ő azt, hogy senkit nem érdekel. Engem például érdekel. Tehát akkor már egy valaki legalább van, akit érdekel, de szerintem még sokan mások vagyunk ezzel így. Én is így vagyok ezzel, olyan magányos vagyok a Steinmetzel meg az Osztyapenkóval, mint hárman voltunk itt kommunisták ebben az országban. És olyan magányosnak érzem magam így utólag, tényleg a legkomolyabban mondom. De egyébként ez is roppant tanulságos, itt van egy ilyen kis jegyzet, vagy céljegyzet, akkor és most. Idéztek egy 2008. február 2-ai interjúját Kis Rigó Lászlónak délmagyar.hu. Már a rendszerváltáskor nyilvánossá kellett volna tenni az iratokat, ezzel tisztázni lehetett volna mindent. Még most is lehetnek becsületesen rendezni a kérdést. Ezt mondta 2008. február 2-án. 2018. október 25-én viszont azt mondja a Magyar Hangnak, csodálkoznék, ha ilyet nyilatkoztam volna, mert egyrészt az akkori délmagyarról megvolt a véleményem, másrészt meg azt sem tudtam, hogy lehetnek levéltári adatok. Ez a téma zavarkeltésre jó. Nem hinném, hogy a hívőket különösebben érdekelni az ügynök kérdés. Ezt ő honnan veszi? Mert olyan egyszerű azt mondani valamire, amitől tudjuk, hogy létező dolog. Igen. Létező állítás, hogy nem. Igen. Ez nem létezik. És akkor elétezek, hogy de itt van. Tehát létezik. Az internet nem felejt. És azt mondják, hogy nem. És nem létezik. De és tudod, nem tud ebből kimozdítani. És borzasztó érdekes különben ez a rengeteg ellentmondás, és mondjuk apró gondolatok és mondatokban a legfeltűnőbb. Ugye azt nyilatkozza, hogy a magyar nemzetet lemondtam, mert ugye szellemi rabszolgák, meg mit tudom én, és aztán megkérdezitek tőle, hogy miért vállalta ezt az interjút. Ugyebár. Mert hogy ugye a magyar nemzet, tehát mint előzményt, mint szellemi gyökeret ugye a Magyar Hang vállalja, ezt még el is mondja a Péter neki. Erre azt mondja, hogy nem szoktam disztingválni ilyen szempontból, hát ha valami fontos üzenetet tudok közvetíteni az önök olvasóinak is. Ez egy kicsit így, ha így összerakjuk, egy kicsit eklektikus világkép. Igen, és úgyhogy erre rá néhány nappal meg lehet akarja tiltani. Mondja, de azért letiltja. Ja Istenem, na még azért a hajléktalan ügyhöz még van. Jó, még annyit, hogy egy nyilvános posztot fogok idézni, tehát nem magánbeszélgetésből, hogy tehát a mi Facebook oldalunkon, a hivatalos oldalunkon az egyik kormányzati szereplő, egy most helyettes államtitkár az úr, korábban Bécsben volt nagykövet, azt írta be neki, nyilvános posztként válaszoltam is aztán neki, hogy mekkora butaságot követett el a Magyar Hang, mert ezek után ki fog velük szóba állni. Valami ilyesmit ír. Talajboglovicki Vincéről van szó, tehát neki ez a Bécsben lehetett tapasztalata azzal, milyen, amikor mondjuk megtalálja őt a kritikus sajtó. Ugye emlékszünk, hogy igen, helyzetbe kerültként. És
akkor visszajöttem neki, ez tényleg nagyon szórakoztató, hogy ő helyettes államtitkárként ezt írja nekünk, mikor alapításunktól fogva bolykottálnak minket, és soha nem adtak még választ semmire. Tehát az, hogy most ezentúl nem foglalkozik, ez már az ember csak nevetni tud, annyira szánalmas. Igen, és mi ebben a jó, mi ebben az az értékalapúság, mi ebben a keresztény, és mi ebben a demokrata. A kereszténységet azért hozom, hogy jó, nyilván több ezer éves keresztény történelemben nem volt mindig média, meg nem voltak nyomtatott újságok, nem, hogy félreértés legyen, nem akarok itt most ortodox lenni, meg hülyeségeket beszélni. De mondjuk egyébként azért, amennyire én föl tudom fogni, ez a világ, amiben mi élünk, egyébként döntően a kommunikációra épül. Tehát, hogy az egyik ember a másiknak érvelő, vagy szeretetteljes, vagy haragos módon, de visszaválaszol, illetőleg kérdéseket teszünk fel egymásnak. Ez, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben számomra az emberi lét, tehát szembeni mérhetetlen tiszteletlenség. A választópolgár mérhetetlen leszarása és lenézése. Különösképpen azokét, akik egyébként nem gondolnak, vagy nem ugyanúgy gondolnak, vagy nem úgy gondolkodnak a hatalomról, mint ahogy ők elvárják. Tehát tényleg a nép egy jelentős része elvesztette, a nép elvesztette a párt bizalmát. Igen. És ha megengedsz ide egy másik történetben, szintén foglalkozunk, igaz, hogy publicisztika szintjén, ugye a János Kórháznak az ilyen, csak hogy ahol szintén nem kérdezhettünk, mert küldtünk rengeteg kérdést, meg próbáltunk bejutni a sajtótájékoztatóra, amit tartottak nemrégiben a kórházzal kapcsolatban, hogy se nem választottak, se nem engedtek be. Mindegy, ez a szokásos. De milyen szinten igények nézik az embereket? Bekérdették azt, hogy az MTI tudósításából tudhatja ezt a nagy közönség, hogy 495 millió forintból meg fog újulni a János Kórház. Na most ez egy óriási gondolkodszunk. Itt az első kérdés az, hogy mire elég 495 millió. Aztán, ha tovább gondoljuk, egy picit utána olvasunk, ezt egyébként a Népszava tette meg, tehát ők kérdezték, hogy már a nyáron belengedtek egy ilyen 495 millió forintos felújítási keretet, amiből egyébként nem azóta sem történt semmi, csak hogy akkor van ez a 495 millió, mennyiben tér el attól, amit már hónapok előtt is fillére forintra pontosan belengedtek. És annak olvashatók ebben az MTI anyagban, hogy a János Kórház központi épületét fogják felújítani, kérdezem, hogy melyik a János Kórház központi épülete, hiszen tudjuk, hogy ez egy szétszórt kórházról van. Szóval a központi épületek egy irodák vannak meg, igen. meg ilyenek. Meg hogy rehabilitációs osztály fog épülni. Van rehabilitációs osztály János Kórházban, és az egyetlen osztály, amit fel is újítottak még évekkel ezelőtt. Tehát most csak azért érthetezem ezt, hogy ugye be nem engednek, kérdezni nem engednek, a közönség meg ugye a sajtóban, hogy mekkora dolog, hú, felújítják vére a János Kórházat. Közben kiderül, hogy az egész egy büdös nagy kamu. Igen. Egyébként, ha már János Kórház, akkor a Katona Marian cikkét, és aztán elengedlek, mert György Zsombort hallgathatják nem sokára a Klubrádióban. Ugye a kórházok is megérzik a hajléktalan rendszert, ugye erről tudósítatok, én ezt nem tudtam, még nálatok olvasom először, de végül is nem váratlan, hogy számos fővárosi kórházban, persze név nélkül és izé nélkül természetesen, és meg is értem őket, kénytelenek hajléktalan, jóval több hajléktalannak foglalkozni, ami egyébként iszonyú nehézé teszi az amúgy is iszonyú nehéz életüket. És nincsenek erre felkészülve. Most nem csak az, hogy ugye kapacitás nincs erre feltétlenül, tudjuk, hogy mennyire kevés az ápoló, de egyszerűen ugye a olyan higiéniai problémákkal is szembesülnek, amire ők sem szakmailag, sem infrastruktúrálisan, hát egyszerűen nincsenek tényleg felkészülve. Tehát meséltek olyan esetről, hogy ott szedték le a ruhát az emberről, meg a szerencsétlen beteg hajléktalanról, meg a cipőt, és konkrétan a kukacok másztak ki belőle. Tehát most azért gondolj bele, hogy egy kardiológiai osztályon, vagy egy belgyógyászati osztályon dolgozó ápoló, aki persze nagyon sok mindent lát, de azért ilyet nem. Tehát, hogy ez most megint csak egy olyan, hogy nem kellett volna esetleg a hajléktalan ellátást, mint nem csak rendészeti kérdésként felfogni, hanem mondjuk arra gondolni, hogy ezek emberek, és mondjuk megfelelő egészségügyi ellátást is talán biztosítani kellene a számukra. Tehát, és mondjuk például,
mondjuk ez ugyan vidék, de azért visszatérve egy kicsit Szeged, Csanád megyére és a Püspök úrra. Mondjuk abból a néhány tízmilliárdból például azért mondjuk emberileg, erkölcsileg, egészségügyileg rendben lévő, többé-kevésbé, szóval emberileg is elfogadható, elemi emberi életre alkalmas hajléktalan szállókat vagy szociális lakásokat nem lehetett volna, presztis fogyasztások, meg presztis kiadások, meg idézőjelben véve Stadler stadionok helyett építeni? Vajon ez egy olyan rettentően távol eső dolog lenne mondjuk az egyház küldetésétől és missziójától? Vajon ez nem juthatna eszükbe ezeknek az uraknak? Hát igen. Ez ugye milyen demagógok lettünk éppen? Ez nem demagógia, én azt gondolom... Tudom, persze. Elmondják azt, hogy jó, hát persze, hogy demagógia, és nézzük meg, mennyi minden történt, hát nem, tehát nyilván, hogy valóan nem az. Hát figyelj ide, ugye a halvány reményről beszél a püspök, amikor azt mondja, hogy amikor megkérdezitek tőle, hogy mondjuk mit tudom én, hogy mi a frászt akar csinálni egy 8000 fő stadionnal, mikor lesz az tele? Vagy egyáltalán félig, vagy egyáltalán. Jó, a gazdasági növekedés, mondom a Fidesz rajongóknak, egyébként a stadion építés természetesen egyébként növeli. Tehát a GDP növekedésünk meg egy jelentős része vasba és betonba lesz öntve, csak az mondjuk 3 fillért nem fog termelni. Jaj, várjál, akartam valamit mondani ennek. Ja, igen. Igen, igen. Most jutott eszembe, de gondolom nem lesz ellenedre. Igen, ma ölték meg 74 éve Radnóti Miklós, emlékezzünk azért erre. Jó, Zsombor, köszönöm. Most csak erről akartam nagyon beszélni, úgyhogy vegyék meg a Magyar Hangot, és vegyék a jövőben is, és minél többen legyen. Azt hiszem, hogy önöknek is hiányozna mondjuk, hogyha megszűnne a magyar szabad magyar sajtó. Én azt gondolom. Köszönöm, Zsombor. Hát köszönjük szépen. Minden jót. Szia, drága. Szia. Na szóval. A telefonszámom. Mennyi is az én telefonszámom? Sose fogom megjegyezni. Sose. Ó, azért annyira jó történeteim vannak. Én mégse vagyok teljesen alzheimeres, meg agyament, képzeljék el, ma is kiderült. 0-30-177-86-59, nagyon szépen köszönöm, Diana. 30-177-86-59, állandóan lesem magamon, hogy mikor vélem felfedezni a demencia tüneteit. Na most ehhez képest elmentem ma kukát venni, meg kukászsákot venni, aztán hazajöttem, és nem volt ott a kukászsák. Aztán visszamentem a megfelelő helyre, ahol itt tárolják, ilyen önkormányzati intézmény Dunakeszin, és nem hagytam ott, kérdeztem én a kolléganőtől, és akkor mondta, hogy nem. Nem tudom, akkor teljesen meg vagyok már hűlve. Hazajöttem, térültem, fordultam, mentem jobbra-balra, meg kell barátkoznom, gondoltam magamban az akkori demenciával. Majd egyszer csak cseng a kaputelefon, kinézek, hát ott van az a drága, kedves hölgy, aki ott az árusító, egy kollégájával. Ugye fölírják ezeket a címeket, hogy hova, hol vesznek kukát, meg ki vesz kukát, meg itt tudom én, mert mindenféle adminisztráció van ezzel, ugye a szemétszállítás, meg izé. De nekem most kellett, mert hamuhoz nem szemét, és akkor valami másba kell belerakni a kályhámból a szemetet. És de ki volt téve az orrom elé, emlékszem rá. És megjelent a hölgy, elképesztő volt tényleg, és ezúttal is köszönöm sok szeretettel meg egyáltalán, de hát ezek az emberi normalitás. És mondja, hogy mikor elmentem, visszajött egy másik kollega, az is egy tündérvilágszál körül, már hát többször voltam már ott, és mondja, hogy elmesélte neki a problémát, és akkor mondta, na akkor csináljunk leltárt. Leltárt csináltak, és leltárból, meg minden kutya füléből világosan kiderült,
hogy én vélhetőleg ott hagytam, sőt biztos, hogy ott hagytam, nem foglalkoztam vele, közben ők meg eladták, és nem ott, a lényeg, hogy eljöttek és elhozták a 50 darab zsákot, amiben egyébként az old hulladékot gyűjtjük. Tudom, hogy most lázba hoztam önöket ezzel a történettel, és most mindenki boldogan fog és nyugalomban fog lefeküdni. Meg egyébként is a francot se érdekel, hogy én most demens vagyok-e vagy nem, viszont most fölhívom Károly Csabát. Mert hogy élet és irodalom. Jó, hát működik, hát ez hihetetlen. Szerbusz, Csaba, Csintalan, Sándor. Szia, Sándor. Hello, hát akkor élet és irodalom ezen a héten. Engedd meg, hogy kezdjük azzal a vezércikkel, amit itt Széki János írt a Külföldi Megmondja című cikkel, mert néhányan érintve vagyunk, ugye Széki János a különös tekintettel a György Zsombóra meg a Magyar Hangra. Jó, igaza van, és ezt most azért mondom, mert igaza van Széki Jánosnak, ő sokkal előbb megmondta. Én emlékszem arra, amikor igaz, tényleg így van. Két ember maradt meg nekem abból a múltból, amikor még nekem nem úgy tűnt, hogy ez egy fasizálódó és végül is fasizmusba hajló rendszer lesz. Ugye ketten voltak, Széki János meg Ungvári Rudolf. És én még ráadásul bele is keveredtem olyan helyzetbe, hogy már ilyen nyilvános vitában. Különösképpen a Székivel való beszélgetés az a Zakariának a tanulmánya kapcsán a demokrácia deficitről meg a demokrácia hanyatlásáról szóló ilyen tanulmánya kapcsán volt, és én ott azzal élszerültem, és szerintem némiképpen az őrületbe kergettem, amikor azzal büszkélkedtem, hogy mekkora bunkó vagyok, mert azt mondtam, azzal érvettem, hogy a fülem se tudja ki az a Zakaria, és kit érdekel, hogy ő mit beszél. Na szóval ezúton is csak annyit tudok mondani, hogy hát igen. Igen, na most annyit hadd mondjak ehhez, hogy szerintem a Széki azt, hogy fasizálódást nem használja, nem nagyon szokta használni, nem szokta használni. Nem, jó, ezt én... Talán túlzás. Jó, ő nem így, jó, rendben van, ez az én interpretációm, és csak azért, hogy aláhúzzam azt a tényt, hogy ettől még ő neki egyébként abszolút igaza volt már akkor. Jó, ő nem ezt használta, a Rungvári használta. A politikai szabadságnak a korlátozásáról, vagy hiányáról beszél. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy nagyon negatív folyamat, de a fasizálódást nem használja. Igen, akkor annyit hadd mondjak el, aki esetleg nem olvasta még ezt a vezércikket. Arról van benne szó, hogy ugye nagyon sok külföldi tudósító, főleg amerikaiak, angolok, jönnek mostanában Budapestre, és tudósítanak arról, hogy mi van itt, és a tudósításokban persze a sztereotípiák keverednek a nagyon fontos igen. megjegyzésekkel, ahogy ez már lenni szokott, így volt 30 éve is, meg 50 éve is, tehát, hogy csodálkoznak azon, hogy ez azért mégse annyira kelet, és nincs élelmiszer hiány, meg mit tudom én, teljesen élhető a város Budapesten, és nincsenek rohamrendőrök. Ugyanakkor, ami nehezebben látható ennek a politikai szabadság hiánynak a fondorlatos útjai, módjai, amit lehet, hogy három napos itthatóztatással nem lehet fölmérni, de persze nem is úgy kell, mert én nekem se kell kimenni az utcára ahhoz, hogy tájékozódjak arról, hogy mi van az országban meg a városban. Tehát ez az egyik része a cikknek, és a végén valóban arról van szó, hogy ugye hogy is vezetett idáig a helyzet, és hogy hogyan nézték ezt 5-10-15 éve kollégái, meg mások is, meg ő is, és a Széki valóban igen hamar hogy ismert, hogy mi fog itt történni, de akkor már ne hallgassuk el, hogy ő tulajdonképpen kiosztja a magyar nemzetet ugyanúgy, mint a Népszabadságot. Igen, tudnélik, igen. 2008-ban azért, igen. Ugye, igen. Amikor az akkori magyar nemzet a Gyurcsány kormányt szapulta, igen. Akkor azzal együtt támadta a magyar liberális demokráciát is. És amikor a Népszabadság meg a Gyurcsányt védte,
akkor, vagyis a szociálliberális kormányt védte, akkor ugyanakkor nem a magyar liberális képviseleti demokráciát védte, hanem csak a kormányt. Igen, igen. Tehát a Széki nagyon, nagyon igen. pontosan és finoman jelzi ezt a problémát jobbra és balra is. Jó, igen. Tehát akkor már beszéljünk egyenesen, tehát hogy például a G-nap előtt a magyar nemzet az, mintha nem ugyanazt mondta volna az akkori Orbán kormányról, mint a G-nap után. Tény, ami tény, hogy a G-nap előtt azért nem egészen olyan volt az az Orbán, mint amilyen most. Ezt most mondhatod azt is, hogy magamat is mentegetem. Ez is igaz, de csak egy példa, mondjuk Torkos Matilda akkori cikkeit összevetem a mostani Magyar Hangbeli cikkeivel, hát elég komoly távolságot látok. Hát de Matilda az oknyomozott mindig, és azért abban az oknyomozásban ideológiai megnyilvánulásai értemben nem nagyon volt. De hát van ott, amire nem vagyok én büszke, hát én mondjuk a filozófusokkal kapcsolatos Tébolyra vagyok a baromira nem büszke, mert ott benne volt az egész média izébe. Én ugyan ellenálltam akkor, azt kell, hogy mondjam. De mondjuk, de amiben én nagyon a legjobban szégyellem magam, az a Császi Tátrai történet. Azt sose fogom magamnak megbocsájtani. Sukoró. Na mindegy. Igen, szóval van ez a probléma, amit a Széki szerintem igen finoman és árnyaltan vett fel ebben a cikkben. Szerintem kevés demokrata tudná azt mondani erre a vezércikre, hogy nem ért vele egyet. Ó, persze, rendben van. Én azért hoztam szóba, mert nekem azért van okom bizonyos vonatkozásokban fölköpnöm és aválnom, és ezzel most csak azt akartam mondani, hogy jó, a Székinek igaza volt. Azzal együtt egyébként, hogy azt a leghatározottabban állítom, hogy ez, bizonyos értemben ez nem hiszem azért akkor, hogy sokszor az embert a megérzései motiválják. Én állítom, nekem rendkívüli csalódás. Én csalódásként is élem meg. Ebben az Orbán Viktorban szükségképpen nem volt az benne, és jó darabig azért azt gondolom, hogy nem volt benne. Én itt most a Facebookos diskurzusban, és akkor visszatérünk az élet és irányban, most több, éppen ma is ezen vitatkoztam valakivel. A Gyurcsány korszakból és Gyurcsány kudarcából szerintem Orbán Viktor nagyon sokat tanult, és rendkívül innovatívvá tette a Gyurcsány kudarca. Nevezetesen, különösképpen abban a tekintetben, hogy hát ő bizony nem fog abba belemenni, hogy majd itt mindenféle népszavazások legyenek, meg ő nem fog itt szakszervezetekkel egyezkedni, meg ő nem úgy fogja megcsinálni az egészségügyi reformot. Egyébként nagyjából majdnem ugyanazt is, csak sokkal érzéketlenebbül, mint amit a Gyurcsány, hanem szépen sunyiban, mint ami most történik. Vagy folyik vita arról, nyilvános diskurzus. Ugyan már, hogy mi legyen az egészségügyel. Néhány ember, néhány újságban írogat ezt, azt, amat. Közben meg rafinált módon kiveszik a lóvét az állami rendszerből, és egyébként pedig belekényszerítik az embereket, függetlenül attól, mindenféle különösebb politikai döntés nélkül. Szóval megtanulta az Orbán, hogy ezzel a néppel most hagy túlozzak. Úgy kell bánni, hogy jó fenéken kell billenteni, és nem játsszuk itt a demokráciát. És csak arra a kérdésre válaszoljál, parasztember, magyar ember, amit én fölteszek neked, abban a kérdésben meg megvan a válasz is. Persze az egy jó kérdés, hogy létezik-e illiberális demokrácia, tehát egyáltalán lehetséges demokráciának nevezni egy olyan szisztémát, amely abszolút nem liberális. Tehát ez messzire vezetne. Én nem értek veled egyet abban, hogy nem látszódott volna. Jó, én nem láttam. Én nem láttam. 8 éve, hogy milyen folyamatok indultak meg, szerintem 8 éve is látszódott, hogy milyen folyamatok indultak meg, csak akkor ugye azt mondták, hogy ne húgogjunk már itt, mert hogy ugyan már nem úgy van az. Persze mindenki máshol látja azt a pontot, hogy hol érzékelte, hogy eddig és ne tovább. Volt, aki már korábban is. Hát az első, már ne haragudj, az első Orbán kormánynak a tevékenysége, amit ma tulajdonképpen majdnem azt mondhatták, hogy jó, hát az milyen nagyszerű dolog, igen, mint a mostani,
azért abban is voltak nagyon súlyosan megkérdőjelezhető dolgok, az én felfogásom szerint, de ez tényleg messzire vezetne. Igen, igen. Jó, hadd kanyarodjak, ha kanyarodjunk, de akkor figyelj le, azért, hogy kiegyensúlyozott, meg egyáltalán, már múltkor is az Olival is beszéltünk az irodalomról ritkán, hagy osszam meg veled azt az élményemet, aztán mondjad a magadét. Én olyan volt, mintha egy pohár tiszta vizet ittam volna meg, ez a Boldog Daniellának a Hipohonder című novellája, ugye? Komolyan! Neked nem tetszik? Igen. De biztos tetszik, mert különben nem került volna be. Igen. Hát az a helyzet, hogy keveset tudunk így novellákról beszélni, ez egy érdekes szöveg, de legalább ugyanolyan érdekes szerintem a Tóth Benedeknek a tárcája. Igen. Meg a Fekete Vince verse, vagy a kis versei, meg a Kis Otto versei is. Igen. Hasonlóképpen izgalmas. De mondjad. De én valami szeretem volna mondani, hogy ha már itt ott tartottunk, hogy jobb meg baloldal, vagy népi urbánus, a színház kritikája a Herzog Noéminek arról szól. Jaj, a Báb Színház. Állítólag a Báb Színházban ez a mai nincs. Napig nincsen ilyen, hogy népi urbánus, hanem hogy ott valamilyen boldog együttműködésben vannak a különböző kulturális folyamatok, ha igaz. És volt Kecskeméten egy Bábszínházi találkozó, a 14. országos találkozó, és ott ő látott mindenféle darabokat, főleg pécsi együtteseknek a darabjait emeli ki, és ez baromi érdekes, hogy a kultúrában is azt gondoljuk, hogy már minden ilyen kétosztatú, és ezek szerint a Bábszínház világában, amit én nem ismerek egyébként, nem így van. És akkor élmény olvasni a 26... Igen. A 23. oldalon van, kedves nézők, a színházról, Herzog Noémi, Magyar Bajuszos Angyal. Én is csak életemben egyszer voltam Bábszínházban, de komolyan mondom, ez nem a reklámhelye, komolyan mondom a cikket, ettől függetlenül érdemes elolvasni, mert üde. Igen, parancsolj. Igen. Az interjút szeretném ajánlani, ami szintén érdekes és kuriózum. Ugyanis a Székely Csabával készítette Demény Péter, mind a ketten erdélyiek. Hát a Demény Péter Kolozsváron Marosvásárhelyen él, a Székely Csaba pedig a drámaíró, ugye mai napig Marosvásárhelyen lakik. A darabjait előadják Magyarországon is, Romániában magyarul is, meg románul is, tehát Bukarestben is dolgozik. Mit tudom én, a Alföldi Róbert-tel, Kovács Adéllal, Mártai Pállal, stb. Az HBO-nak dolgozik, még angol pályázatra is nyert. Szóval egy nagyon érdekes, több kötete van, a Magvetőnél Bányavidék címmel jelent meg egy kötete, és ugye a leghíresebb három drámája, Bánya trilógia néven ismert. Szóval, hogy vele készült egy erdélyi magyar társadalmat, amiből ő merítkezik meg, amiből építkezik, tehát amiből a darabjait írja, amik egyébként mindenhol megszólalnak, Bukarestben és Budapesten egyformán, és hogy egy nagyon érdekes dolgot mond azzal kapcsolatban, hogy mi a különbség a romániai román és a romániai magyar emberek között. Ez, azt mondja, hogy a legnagyobb különbség talán az, hogy a romániai román Romániában él, és az egész politikai folyamatot követi, a romániai magyar az valahol máshol él, egy képzeletbeli helyen, ami Magyarországnak része is, meg nem is, Romániának is része is, meg nem is, egy süllyedő sziget. És hogy talán ez a legkomolyabb probléma az erdélyi magyar társadalommal, hogy csak a kisebbségpolitikát és a nemzetpolitikát követi, ahelyett, hogy nagy politikai összefüggésekben gondolkodna saját magáról, kultúrájáról, jövőjéről, stb. Pedig enélkül nem fog menni. Ez szerintem egy nagyon fontos tanulság mindannyiunk számára, akik például az erdélyi magyar kultúrára úgy tekintünk rá, hogy az még mindig egy ilyen tiszta, autentikus, nem tudom milyen kultúra. Hát a strandokat meg kell nézni, hogy milyen drámákat itt belőle a Székely Csaba. Ja, Istenem, egyébként azért ez a fajta bezárkózás és provincializmus, ez azért
ideálti Magyarországra is igen erőteljesen jellemzővé kezd válni, sőt, mi több ugye állami akarattal szervezve is van. Én azért még szóba hagynám a Hanák András válaszát Gerő András figyelmébe ajánlva, meg az olvasók figyelmébe ajánlva, a sorsok sorsát. De akit egyébként izgat, hogy mi történik Simonka Györggyel, az itt egy nagyon érdekes jellemzést tud olvasni Bot Pétertől. Igen, mind a kettő nagyon érdekes. A Hanák András ugye, mint kiderül a cikkéből, egy magánlevelezést is folytatott Gerő Andrással, aki ugye próbálja védeni ezt az egész sorsokháza projektet. De olyan formán, hogy amikor arról van szó, hogy mik a részletek, és hogyan is volna ez az egész, akkor azt nem tudjuk. Igen. Tehát, hogy pont az a legnagyobb probléma, hogy nincs elég információnk arról, hogy mi is készül, és hogyan lesz ez, illetve ami biztos információnk van, az, hogy két fontos szereplő áll az egész projekt mögött, egyrészt ugye a magyar kormány, vagy kormányzati apparátus, egy bizonyos közalapítványon keresztül. A másik pedig ugye ez a Köves Lomó rabbi által vezetett egységes magyarországi izraelita hitközség. Erre azt mondja a Hanák András, hogy ha van két olyan entitás, amelyre nem bízná a magyar zsidóság sorsának a alakulását, vagy nem bízná a tragédia feldolgozásának bemutatását, vagy kevésbé bízná, egész pontosan idézem, hogy megyek, akkor ez az a kettő szerep. Hát gyönyörűen sikerült itt a megosztás politikája. Na most hát ez elég súlyos állítás azért. Jó, egyébként itt van azért még néhány nagyon komoly súlyos állítás, mert a Hanák azért megfogalmaz, milyen mellékmondatokból én szerintem nagyon igaz állításokat, mondjuk például azzal az axiómával, ami axiomatikus a Gerőnél mindig visszajön, hogy azért ez bárkivel, az a történet tanúsága, hogy ez mindenkivel megtörténhet, azért ez nem egészen így van. De, igen. Még egyet, amikor vannak nálatok titánok. Nekem Sós Eszter Petronellát élmény olvasni a francia ügyek kapcsán, és itt egy hosszú elemzés is van Macronnal kapcsolatban. De visszatérve azért, hogy baromi kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a sorsok házának arra én is nagyon kíváncsi vagyok, és még visszatérve arra, amit viszont te mondtál az előbb, hogy mennyire bezárkózunk és nem figyelünk a külföldnek a történéseire, hát azért az NPS-ben elég sok minden van. Ugye egyrészt ugye a Macron kapcsán a francia ügyek elég alapos elemzése. Ami nagyon érdekes, már nekem szinte néha túl kimerítő a sok francia miniszter nevével. Meg az jó, az igaz. Nem látunk eléggé bele, de hát ugye, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy próbál középen maradni, és ez az egész elhúzódó kormány alakítás, ez, hogy valahogy úgy történjen meg, hogy ott, mivel a bal meg jobb oldali ellenzéke nem elég erős, hogy nehogy a Le Pen pártja erősödjön meg ebből, tehát ez egy nagyon érdekes politikai játszma, és hát tele van ilyen értelemben tulajdonképpen külföldi elemzésekkel a lapszám, mert ugye ott van a lengyel ügyeknek az elemzése, amit igen. Aztán ott van az olaszországi, főleg gazdasági szempontú elemzés, a Vasonc Miklós cikke, úgyhogy egy bécsi cikk is, Közvári Zsuzsától, tehát hogy az a helyzet, hogy tudatos is a szerkesztőség részéről, hogy több külföld, világpolitika, ilyesmi legyen, mert hogy tényleg úgy van, hogy egy kicsit ezekre nem látunk rá. Miközben meg egyébként őrült nagy hatása van. Egy-kettő, van mit tanulni is ezekből a szituációkból, mert az is kiderül, hogy bizonyos dolgokat, hiába ugyanaz a neve, mégse az, hát ugye azért a francia tanulságból, amikor ilyen kommunikációs zavarok, most nevezzük annak, kommunikációs zavarok vannak, borzasztó megérteni egy magyarnak, hogy ugye Franciaországban az francia, aki a politikai állam tagja. És nem faji kérdés, és nem etnikai kérdés a franciaság. Ezt egy magyarnak megérteni, baromi nehéz, én ezt megértem. Igen, ez így van. És hát ugye az ellenpont ez a Simonka történet, ugye egy Békés megyei történet, ami hát tényleg a provincia, a
különböző machinációk abból a szempontból is nagyon érdekesek, hogy a véletlen, meg egy ilyen tipikus káder politikának az együttjátszása eredményezhette ezt, hogy ez a Simonka így tudott ugye tündökölni ahogyan. Tehát nagyon érdekes lépésről lépésre megnézni. A Bot Péter cikkében is rengeteg adat, információ név van. De ha a lényegét fölfogjuk ennek a cikknek, akkor ez arról szól, hogy egy tulajdonképpen eléggé semmilyen figura, akinek semmilyen különösebb iskolázottsága, tudása, tapasztalata, háttere a politikához nem volt, hogyan tudott így előre törni? Hát rémséges, hát a vérfagyasztó történet. Egyébként az... Egyébként, azt akartam mondani, hogy egyébként az, és mondjuk nyilván Bot Péter, ugye ő odavalósi, ahogy végigolvastam igen, a cikket. Igen. Nyilván ez az, ebben az értelemben az odavalósisága, nem tudom, jó, mindegy, én ne beszélek hülyeség. Sanyi, ne beszélj hülyeségeket. Szóval csak azt akartam mondani, hogy egyébként az a kérdés engem, hát ugye én azért bejártam a Fideszt, engem marhára érdekelne, hogy vajon miért pont ő? És ki, és hogyan történik meg az a Fideszben, vagy hogy jön az létre, hogy egyeseket itt-ott elkapnak. Bár ezt a Mennyi Roland nevű Voldemort alakot aztán nem gyanúsították meg mindazzal, amiben meggyanúsították volna. A Simonkát kőkeményen meggyanúsít, egyelőre, ami az ügyészségi papírban van, az több tíz év. És egyébként azt csak úgy elárulom neked négy szem közt. Különösen jelentős, hogy én hátrányt okozó költségvetési csalás büntette. És nem mondok információkat. Igen, a Bot Péter írja is különben, hogy én is úgy tudtam, hogy a Simonka Orbánnak kedvence. Egyébként ez a pasi, ez nem egy karakter nélküli fickó ám, ez egy nagyon kemény, dinamikus csávó, tehát nem egy jellegtelen figuráról beszélünk. Valamit biztos tud, valamit azért tudni kell, na most hát lehetséges, hogy egyszerűen arról van szó, hogy annyira kirívó eset, hogy muszáj volt valakit beáldozni. Igen. És akkor ugyebár itt van egy háttér történet, amit a végén pedzeget is egyébként a Bot Péter a cikkének a végén, hogy nyilván van egy alkú, ami arról szólhat, hogy akkor őt most be kell áldozni, de majd elhúzzák a folyamatot, ameddig csak lehet, hogy minél tovább tartson, és hogy lehetőleg felfüggesztett börtönnel húzza meg. De muszáj egy példát statuálni, tehát hogy mivel már tényleg mindenki arról beszél, hogy ezek lopnak csalnak, hát valakit be kell áldozni, hogy tényleg ő igen. Mi nem, de ő igen. Jó, befelé is kell fegyelmezni. Az ilyen rendszerben muszáj, ez így van. Ja, igen, ez a másik, hát hogy aztán ő mennyire volt tényleg kegyencs, lett kegyvesztett, vagy nem, még fogalmam sincs. Jó, nem is érdekes különben. Nem is érdekes. Jó van, Csaba, köszönöm szépen. Köszönöm. Olvassunk éhést, olvassanak éhést önök is. Menjenek a boltba, azt tessék megvenni. Jó? Így van, tessék megvenni, és még van egy remek eszé egyébként az utirajzirodalomról. Ja, igen, azt elfelejtettem. Diana, igen. És a Kis Noémi könyve kapcsán, aki beutazgatta itt a mi térségünket, ezt a Közép-Európának a keleti részeit, és most ez bővített kiadásban megjelent, mert még keletebbre, mindenféle helyekre ment, és nem is csak a könyvről van szó, tehát nem csak Kis Noémi könyvéről, hanem az utirajzirodalomról általában, és hogy azon belül ez a könyv, ez hogyan is. Na, akkor megnézzük. Meg volt egy éjszkvartett beszélgetés a Soren Edinának a novellás kötetéről, amiben hát ez mindig az írók botjában van, és ottan négyen elemeztük ezt a novellás kötetet, ami a hát talán mondjuk Bodor Ádám és Tar Sándor mellett a legjelentősebb mai magyar novellista szerintem Soren Edina. Ez a negyedik novellás kötete, csak novellákat ír, és erről beszélgettünk hosszan. Hát akkor veszek. Én nem olvastam még tőle egy sor se, nem a reklámhelye és nem büszkeségből, de köszönöm. Érdemes, egyébként olvasd el az éjszkvartett beszélgetését, és egyébként fönt lesz majd a Íróboltjának a YouTube csatornáján. Akkor megnézem. Meg lehet majd nézni. Hát a kedvet kapsz hozzá. Ó, ne is mondd egyébként a Tar Sándorhoz is így, hát most a műveletlenségemet fitoktatom. De nekem valahogy Tar Sándor is kimaradt, aztán most
jó, hallottam ugye a tragédiájáról, meg egyáltalán, meg olvastam is az írásban, az ő annak idején az ő viszontválaszátán a... Ja, Istenem, nem a Kennedynek. Kennedy János. De, igen, a Kennedy János. Igen. Ja, igen. Nem, ő éppen megvédte, ő azt mondta, az ősi lehetett. Talán az, most nem emlékszem. A Kennedy János azok közé tartozott, akik megbocsátottak a tarnak, amiatt megbesugó volt. És akkor azt... Tehát, igen. 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 Na jó, mindegy, és akkor utána, még akkor se esett le nekem semmi, és akkor most pár éve ilyen kis ilyen notes alakban megjelent egy ilyen sorozat, ahol az ember úgy tényleg utcán jövet menet buszon, villamoson tud olvasni, és szembe jött velem a tar, és akkor azért igencsak segreültem. Na. Hát de... a Szórenedinától is segreülnél, úgyhogy... Akkor azt fogom tenni. Jó, oké. Okay. Azt fogom tenni. Meg. Jó, oké, okay, köszönöm. Oké, okay, így lesz. Köszönöm, én Csaba. Köszönöm. Szevasz, én köszi. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is, egy élmény volt. Köszi, szia, szia. Hát, hölgyeim és uraim. Mit mondjak? Mit mondjak még így ezen az estén? Libatepertyút csinálok. Hát akkor ezt mesélem el. Ennyi. Ha valakinek van kedve esetleg szólni, 30-177-86-59, tényleg köszönöm. Akkor esetleg szóljon, és akkor tudunk még szót váltani egymással. Remélem nem még oda a libahály. A körömpölköltje kutya. Azt főztem 3-4 hete. De az a baj, hogy mindig eltolom mostanában. Minden kaját eltolok. Mondjuk ez a körömpölköd már ehető volt, de még 10 perccel tovább főztem. Egy időben úgy csináltam, hogy hogy lefejtsem a csontról, és akkor csont nélkül tálaltam. De mondjuk akkor fogtam magam egy ültőhelyemben, megettem az egész körömpörköltet, tehát az életveszély. De mostanában megint úgy ízlik igazából, hogyha azért ottan cupákolok. Mondjuk amikor az ember kicsontozza, akkor is tud cupákolni. De azért az nem igazán jó, hogyha az ember tényleg annyira... Na... Nem töltődik fel. Hát, hölgyeim és uraim, az én kis micsodám, ez úgy látszik, hogy itt most feladta. Úgyhogy elköszönök. Elköszönök. Na, sajátos módon végződött ez a mai esti műsor. Hát minden esetre kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Ölelés magyarok. Csókolom a hölgyek kezét, üdvözlöm az urakat.